nyári gyerekek a Balaton parton, dunakanyagban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, dunakanyagban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Gyerekek, 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 maradjatok gyerekek. Mészt a szvagyoló, hullámokon szaggató, csajoknál le parkoló, verdába be, nem a lepattanó. Hello sunshine, nyári nyaralás, a balcsi parton megy a kánkán. Pörgés fel a napot, kell egy banán, meg egy kiwi, este parázol a csajoknál, bár itt a pici ízi, ciki, vagy nem, de ha ideg a víz 6 centi. Bámulok a strandon, közben eltapar egy napszemcsi. Nyári gyerekek a Balaton parton, dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Kupákolunk, pancsolgatunk, csárázunk a parton. Mármálád és palacsintát nyel most be az arcom. Csattanjunk a vízbe, stégről ugorjunk egy seggest. Igénytelen fecsvédre, mert nem kaphatsz ma egyest. Itt a vakáció, mindenki vidám. Mennyit paráztál tőle, azt meg lehet simán. Lazulj be most cuci fel és engedd el. Itt az idő béké meg az élettel. Nyári gyerekek a Balaton parton, dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton. Az előző percekben láthattunk egy hangulatos összeállítást a tiszai életről, ami azt gondolom sokakat jó érzéssel tölthetett el, de nem volt ez mindig így. Mit kell tenni azért, hogy a Tiszát tudjuk vízi életre is használni? Erről fogok beszélgetni Kipper Györggyel. Köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm. Tehát a kérdés adott, mit kell ahhoz tenni, hogy legyen élet a Tiszán? A fölvezetett kliphez annyi előzmény tartozik, hogy több mint másfél éve, hogy elindítottam a Szegedi Vitorlás kikötőnek a terveit, létesítését, ami a partfürdőre került. Ez új lehetőségeket kínál a tiszai vízi életbe, mivel a bal parton nincs, vagy legalábbis korábban nem volt kikötésre alkalmas terület, és ezzel új lehetőségek nyíltak. Kezdődött a szezon elején a Sirila-György tiszaátúszással, utána a szegednapi sárkányhajó versenyzéssel, ezeknek a vitorlás kikötő adott otthont. Természetesen további lehetőségek is vannak. A szívünk csücske változatlanul a vitorlázás, de az iménti klip is mutatta, hogy a Rotary regatta is a partfürdőn kötött ki. Mennyire jellemző az, hogy használják a Tiszát bármire? Többször elmondtam, hogy szerintem Szeged tiszai adottságai töredéke van csak kihasználva. De miért? Hát sok oka lehet, illetve van. Hát sajnos sűrű jogszabályi korlátok vannak, amelyek például jelen pillanatban csak azt teszik lehetővé, hogy Szegeden 43 méter kijelölt fürdőhely van, holott egy kisebb településen, mint Mindszent, mondjuk ennek többszöröse, de
Hát lényeg az, hogy sok területen kéne tenni annak érdekében az érintetteknek, hogy ez színvonalasabban működjön. Mi a vitorlázásnak adunk egy kikötési lehetőséget és egy kikötőbázist. Mennyien vitorláznak most Szeged környékén? A probléma az, hogy mindenkiben van egyfajta megalománia, és azok, akik itt Szegeden a Tiszán megtanulnak vitorlázni, azok a következő pillanatban mindjárt nagyobb hajóra, nagyobb vizekre, a Balatonra, tengerre vágynak, és csak nívós kompromisszumként marad egy tömör mag, aki rendszeresen hajózik. Hát szerintem a 10-20 fő az, aki rendszeresen vízre száll. És mi a helyzet a sárkányhajózással? Ugye ez egy nagyon hangulatos történet, akár nézni is a dobosokkal. Ez mennyire népszerű most? A vitorlás kikötő két sárkányhajónak is otthont ad. Az egyetemen a vitorlázás és sárkányhajózás testnevelési kurzust vezetem, ami ugye egyetemi hallgatókat képez ezen két sportágra. Értelemszerűen a sárkányhajók azok a vitorlás kikötőben vesztegelnek, és összehasonlítva a két sportágat úgy gondolom, hogy a sárkányhajónál van az előny, mivel ahhoz, hogy vitorlás hajóba valaki beüljön, ahhoz már elég komoly előtanulmányokat illő elsajátítani. A sárkányhajóban a 20 fős csapatba, hogy egy-két fő bekerül, aki esetleg kezdő, erőnlétileg nem olyan, mint a csapat többi tagja, ez még azt mondom, hogy nyugodtan belefér. És ebből adódóan az a csapatépítés, amire a 20 fő az már lehetőséget kínál, az egy előnyös lehetőség. Vannak-e versenyek, vízi versenyek Szegeden és környékén? Sárkányhajó viszonylatában Szeged napján 16 csapattal indult a Szeged napi sárkányhajó verseny, és úgy gondolom, hogy itt a belváros szívében egy rövid 200 méteres pályán egy hangulatos versenyt tudtunk magunk mögött. A versenyzés természetesen nem csak ezen a téren folyik, van a Szegedi Sárkányhajó Regatta névre keresztelt versenysorozat, ahol egyetemi, középiskolás, általános iskolás csapatok mérik össze a tudásukat sárkányhajóban, és egy 2006 óta működő tabellára kerülnek fel az adatok, és így egy elég széles összemérésre van lehetőség a versenyzők futameredményeit tekintve. Ha valaki most kapott volna kedvet ahhoz, hogy bekapcsolódjon a vízi életbe, mi szükséges ahhoz, hogy el tudjon kezdeni hajózni? A Nemzeti Közlekedési Hatóság gyakorlatilag a hajózást két kategóriába sorolja. A csónakokhoz, sporteszközökhöz semmilyen különösebb engedély nem szükséges. Itt természetesen célszerű az úszni tudás, illetve a helyi vízi folyószakasznak a adottságait ismerni. Abban az esetben, hogyha komolyabb hajókkal, kishajókkal, vitorlásokkal szeretne valaki hajózni, akkor viszont képesítéssel kell rendelkezzen. Ehhez ugyanúgy, mint a gépjárművezetői jogosítvány megszerzésénél, úszni tudásról, illetve orvosi alkalmasságról kell tanúbizonyságot tenni, és az NKH előtt kell tesztvizsgát, illetve gyakorlati vizsgát tenni. Ezek után egy nemzetközileg elismert, tehát EU-konform kishajóvezetői képesítést kapnak a tanfolyamot végzettek, és folyókra, tavakra, csatornákra, Európa belvizeire lehet menni hajózni 20 méter hajóhosszig 12 fő befogadó képességű hajókkal, tehát ez azért már egy elég komoly méret. Mik a tervek? Hová lehet még fejlődni?
terveimben a vitorlázás fejlesztése apropóján fogalmazódott meg egy gondolat. A szárazföldi emberek, illetve a vitorlások között van egy közvetítő láncszem, az a szörfözés, ami feelingjét tekintve ugyanaz, mint a vitorlázás, de sokkal olcsóbban elérhető és egyszerűbben művelhető. Sajnos a Tisza-Szegedi folyószakaszán tilos a szörfözés, és ennek a jogszabályi módosítására, illetve a pályakijelölés engedélyezésére teszek lépéseket. Ehhez várom a szegedi szörfösöknek a jelentkezését is, mert egy hónapos intervallumban fogjuk bemutatni azt, hogy igenis a Tisza nem csak a vitorlázásra, a kajakozásra, a evezésre, sárkányhajózásra alkalmas, hanem a szörfözésre is. Köszönöm szépen! Én köszönöm a lehetőséget!